Köszönöm szépen a felkérést, központvezetőasszonynak elsősorban. És akkor én azt gondolom, hogy vágjunk is bele. Asszertív kommunikáció a gyakorlatban az előadásnak a címe. Nagyon sok felé fogunk elágazni. Én úgy gondolom, hogy nem szakspecifikus lesz az előadás, tehát nem szakiránynak megfelelően, hanem különböző témákban, topikokban fogunk egy kicsit belemenni. Mit jelent az asszertív kommunikáció? Alapvetően ugye azt szoktuk mondani, hogy asszertivitás azt jelenti, hogy magabiztos és egyenes közlésmóddal tudatjuk másokkal, hogy mit szeretnénk és mit nem szeretnénk. Ez nagyon egyszerűen hangzik és nagyon könnyűnek tűnik így első körben. De azért nézzük meg, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik, hogyan működhet. Egy picit a kommunikáció alapokról néhány gondolat erejéig. Ugye a kommunikációnak mi a funkciója? Egymással tudjunk kommunikálni, megértsük egymásnak a kommunikációját, a beszédjét. Információcsere az adó és a vevő között egy dinamikus és egy kölcsönös folyamat kell, hogy legyen. Ezt ugye egy adó kezdeményezi a kommunikációt magát, ő a kommunikációnak a forrása, és kódolja ezt az üzenetet, amely egy csatornán a beszéden keresztül eljut a vevőhöz. A vevő, aki ugye ezt hallgatja, tapasztalja ezt a beszédet, ő dekódolja az üzenetet és értelmezi a maga módján. Itt az ábrán ugye ezt láthatjuk. Adó, kódoló, csatorna, dekódoló és vevőhöz eljut az információ. Néhány alap még a kommunikációval kapcsolatban. A Palo Alto-i kommunikációkutató iskolát mindenképpen szeretném megemlíteni. Ez Vaslapik, Bateson és Janisnek a nevéhez fűződik. Ha esetleg vannak itt pszichológus hallgatók, akkor ők lehet, hogy már találkoztak ezzel. Ha nincsenek, akkor most egy picit bemutatnám. Kommunikáció az emberi életnek a szükségszerű velejárója, és azt szoktuk mondani, hogy nem lehet nem kommunikálni. Ha nem kommunikálunk, tehát ha nem válaszolunk egy-egy kérdésre, egy-egy információra, azzal is kommunikálhatunk valamit. A kommunikáció mindig egy kétszintű folyamat. Van egy tartalmi szintje, amiről szó van, amiről beszélünk, és van egy viszony meghatározó szint, maga a kommunikáló felek egymáshoz való viszonya. Kommunikációs mintákkal kapcsolatban néhány gondolat. Alapvetően a viselkedési és kommunikációs mintáink többsége gyerekkorunkból ered. Ezeket több paraméter szokta befolyásolni. Első körben a neveltetésünk, a szocializációnk, hol nőttünk fel, kik a szüleink, milyen közegben, milyen társas közegben nevelkedtünk és honnan jöttünk. Régebbi és jelenlegi kapcsolataink, ezek érintik a családi kapcsolatokat, akár munkahelyi, akár most az egyetemen, ha gondolnak itt a csoporttársaikra, akikkel újonnan megismerkedtek. Sikereink és kudarcaink. Illetve maga a nemünk. Férfiak vagy nők vagyunk-e? Adott esetben férfiaknál jobban elfogadott az agresszív kommunikációs attitűd, míg nők esetében inkább a passzívabb, mint az, amit elfogadunk és preferálunk. Asszertív magatartás. Mit is jelent ez pontosan? Ez általában egy győztes-győztes helyzet, ahol mind a két fél jól jár, akik egymással kommunikációs interakcióban vannak. Magabiztosan és egyenesen kommunikálok más emberekkel. Képes vagyok mások tudtára hozni, hogy mit szeretnék, és azt is, hogy mit nem, és mindezt nyugodt hangnemben ki tudom fejezni. Azt is, hogy mire van szükségem, és mit tudok elfogadni, és mi az, amit nem tudok elfogadni adott esetben. El tudom dönteni, elmondom-e másoknak a gondolataimat, amit érzek, amit hiszek, amit gondolok. Konfliktus esetén fontos, hogy vállalom és kifejezem az érzéseimet és a szándékaimat, és azt vissza tudom jelezni a kommunikációs partnernek. El tudok fogadni bírálatot is, tehát azt is el tudom fogadni, ha valaki kritikus hozzáállással viszonyul felém. Nem érzem azt, hogy bizonyítanom kell másoknak, de elvárom azt, hogy megfelelően bánjanak velem. Nagyon fontos, hogy meg tudom húzni a határaimat. Mi az, amit megengedek valakinek, ha velem kommunikál, és mi az, amit nem. Jogom van el megvédeni magamat mások támadásaival, rossz indulatával szemben. Nyitott vagyok mások nézetei iránt, ugyanakkor, ha azok különböznek a sajátjaimtól, akkor is tudok ezzel azonosulni, vagy el tudom fogadni. Nem akarok uralkodni mások felett, vagy legyőzni másokat. Tehát az agresszivitás ettől távolabban, ettől a dimenziótól. Van önbizalmam, hogy döntéseket hozzak, és ezekért vállalom is a felelősséget. Nagyon fontos, hogy nem hibáztatok másokat, ha nem az én szándékaim szerint alakulnak a dolgok, és el tudom fogadni a dicséretet és a bírálatot is, amit már az imént is említettem, és egyaránt képes vagyok dicsérni és bírálni is másokat. Következő mintánk a passzív.
kommunikációs stílus, ez a vesztes-győztes helyzet. Miből is áll ez tulajdonképpen? Itt általában a passzív fél olyan valaki, aki nem fejezi ki a gondolatait, az érzéseit, az igényeit. Hagyja, hogy mások irányítsák, megmondják neki, hogy mit tegyen és mit ne. Könnyen befolyásolható. Engedi, hogy mások szükségletei felül bírálják a sajátjait. Nem mondja el valójában, hogy ő mit szeretne, és az sem, hogy mit nem. Tehát egy passzív attitűddel viszonyul a többiekhez, és nem kommunikál megfelelőképpen. Nehezére esik kiállni valami mellett, vagy valami ellen. Gyakran elfogadja mások véleményét, illetve ezt akkor is elfogadja, hogyha a sajátjától eltér. Kerüli a súrlódás minden formáját. Mit érthetünk súrlódás alatt? Konfliktus. Felvállalom azt, hogy nekem valami nem tetszik. Passzív fél nem vállalja fel ezt, ő általában szépen csendben marad, és nem kommunikálja a másik fél felé. Tehát ebből kifolyólag ez egy vesztes-győztes helyzet, ahol én veszítek, és mások győznek, mások dominálnak fölöttem. Miért lehetséges ez? Tartok a többi embernek a reakciójától, ezért mindenbe beleegyezek. Mások nem tudják biztosan, hogy én mit érzek, ezért sokszor nincsenek is tekintettel rám. Mások kihasználják ezt a beleegyezésemet, és nincsenek rám tekintettel, így figyelmen kívül hagyják az én érdekeimet, az én szempontjaimat. Úgy érzem, hogy mások győznek, és én veszítek. Ez egy vesztes helyzet. Sokszor magamat okolom, amiért nem a szándékaim szerint alakulnak a dolgok, igazságtalannak érzem, ha valaki méltánytalanul bánik velem. Úgy érzem, nincs ráhatásom a saját életemre. Ugye itt megyünk lefele egy ilyen dimenzióba, egyre rosszabb az embernek a helyzete, és egyre kellemetlenebbül érzi magát egy ilyen helyzetben. Világbonyolult és ijesztő hely számomra. Mások véleménye és szükséglete fontosabb az enyémnél. Honnan ered ez a passzív viselkedésmód? Gyermekkor eredetre tudjuk ezt visszavezetni. Általában jellemző volt a passzívan viselkedő embereknek a gyermekkor erre, hogy egy parancsoló, irányító természetű, domináns környezet vette őket körül. Domináns szülők, testvérek, barátok voltak azok, akikkel ő egy társaságban nevelkedett, egy társaságban sokat tartózkodott. Sokszor érezhette azt, hogy megkérdőjelezik a véleményét, és éppen ezért mai napra már akár eljuthatott arra a szintre is, hogy nem vállalja fel, nem meri elmondani a véleményét. Belecsúszik egy úgynevezett tanult tehetetlenség állapotába, amikor már megtanul lemondani az igényeiről, és úgy érzi, hogy nincs hatása a folyamatban lévő dolgokra, vagy a jövőbeni eseményekre. És ez egy ilyen töltségként, egy ilyen negatív dimenzióként húzza lefele az embert. És ezek után meg sem próbál változtatni a dolgokon. Agresszív viselkedésmód. Ez elég gyakran jellemző manapság, én azt tapasztalom sajnos. Ez egy győztes-vesztes helyzet. Agresszív közlésmód magában foglalja az érzések, vélemények, szükségletek kifejezését, de mindez mások fenyegetésével, elutasításával és irányításával történik. Egy domináns szempontot követ az illető, ő uralkodik mások felett. Aki így kommunikál, úgy gondolja, hogy be kell bizonyítani az igazát, és mindenáron meg kell győzni a másik felett. Biztos önök is találkoznak ilyen emberekkel, nem kérem most, hogy nyújtsa fel a kezét az, aki napi szinten találkozik ilyen helyzettel, de előfordulhat akár a hétköznapi életünk során is, akár az egyetemen belül, akár az egyetemen kívüli interakciók során. Ha úgy érzi az illető, hogy rosszul bánnak vele, akkor haraggal és ellenségesen reagál, akkor is, ha ez alaptalan. Gyakran durván, szarkazmussal és mások hibáztatásával válaszol a dolgokra, őszintes és egyenes kommunikáció helyett. Győztes-vesztes helyzetben az illető szokott győzni, és mások veszítenek, ugye ő domináns fél. Agresszív ember elmondja, hogy ő mit szeretne, de nem törődik a többiek igényeivel és érzéseivel, és nem hallgatja meg őket. Nem hagy szóhoz jutni másokat. Gyakran félbeszakítja a többieket, és egy agresszív viselkedésével az uralkodás és a lerohanás a fő a technika, amit ő használ, és nélkülözi mások iránti tiszteletét is abszolút mértékben. Az a kapcsolat, ahol az egyik fél agresszív, idővel leépül. Lehetséges ez egy baráti találkozóknak az ismétlődő sora, vagy lehetséges egy munkahelyi kapcsolat során is ez az agresszív félnek a megnyilvánulása, általában a kapcsolatnak a romlását okozhatja, illetve a leépülését. Miért viselkedik valaki agresszíven? Itt is nézzük meg a gyermekkori eredetet, hogy mi lehet ennek az okozója.
Itt is szintén a gyermekkori minták, a tanult minták, a gyermekkori szocializáció az, ami nagyon fontos és domináns szempont. Kicsi gyerekeknél láthatjuk azt, hogy játszanak a homokozóban, óvodások, 3-4-5 évesek. Teljesen elfogadott és normális volt ebben az időszakban, hogy agresszívan megszereznek egy lapátot, egy vödröt, bármilyen eszközt, és a többiektől elveszik. Ez egy olyan időszak, amikor ez még elfogadott, és ilyenkor még ezt nem nagyon tudjuk kezelni. Szülők nehezen tudják általában kezelni, akinek kisgyereke van. Tehát ez egy 4-5 éves korban még elfogadható. Ez egy egocentrikus megnyilvánulása az embereknek. Na most olyan sok ember felnőttként is így él az életét, sajnos is ezzel az attitűddel viseltet mások iránt. Ez lehet annak az eredménye, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig félreértették, becsapták vagy kihasználták az illetőt, vagy előfordul, hogy alkohol hatására válik agresszívvé, illetve ha kinevetik vagy megtámadják az illetőt. De lehet, hogy rossz napja van, és egyéb okból türelmetlen, fáradt, dühös, feldúlt állapotban van. Következő kommunikációs mintánk a manipulatív, ez a negyedik és az utolsó ebben a témakörben. Ez egy vesztes-vesztes helyzet. Itt egyik fél sem fog nyerni. A manipulatív vagy rejtetten agresszív kommunikációs minta az érzések, nézetek és igények közvetett nem őszinte kifejezése. Ez egy kerülő magatartás minta. Az, aki így viselkedik, kerüli, hogy kimondja valójában, mit szeretne vagy nem szeretne. Manipulatív módon saját célja felé tereli a többi embert. Általában el is érik a céljukat az ilyen típusú emberek. Passzív ellenállást tanúsít mások igényeivel és elvárásaival szemben. Halogatja a tennivalóit, kifogásokat keres, vagy elfelejti azt, amit tőle kérnek. Olyan zavart benyomást is kelthet, hogy végül valaki más felajánlja, hogy elvégzi helyette a tennivalókat. Sok esetben elfojtja a haragját, nem tudja kifejezni, vagy nem akarja kifejezni. Frusztrált. Nem verbális módon fejezi ki a másokkal szembeni elégedetlenségét, majd erről is fogunk szót ejteni, hogy mi is a nem verbális kommunikáció. Például némasággal bünteti a környezetében lévőket. Vagy gyakran szándékosan elkezd lakadékoskodó módon viselkedni, és nem hajlandó együttműködni a többiekkel. Ez lehet egy egyetemi csoportban is megfigyelhető, vagy lehet egy munkahelyi kollektívában is ilyen típusú kollega. Manipulál másokat, hogy ők hozzák meg a döntéseket, és tegyék meg a lépéseket az ő érdekében. Megtalálja a módját, hogy másokat hibáztasson, tehát a felelősséget elhárítja, áthárítja másokra, és az érzéseit és az érzelmeit nem vállalja fel, pedig ezeket ő maga idézte elő a környezetében. Tehát egy negatív kört indukál saját környezetében, és negatív indulatokat a környezetében lévőkkel. Miért viselkedik valaki ilyen módon? Itt is gyermekkori eredetre tudjuk visszavezetni, mint általában szinte mindent. Megtanulta, hozzászokott, hogy az igényei, véleménye, érzései kifejezése elfogadhatatlan mások számára, vagy önzőnek tűnik, és ezért nem fejezi ki ezeket. Előfordulhat, hogy rossz néven vették, egy szigorú családban nőtt fel, rossz néven vették, hogyha a haragját kimutatta. Ezért frusztrált folyamatosan, és ebben a közegben nő fel, tehát előfordulhat az is, hogy megmutatta, vagy kimutatta az agresszióját gyermekkorában, és ezért megbüntették. És innentől kezdve ő ezt a hozzáállást nem fogja kimutatni, nem fogja megmutatni az érzéseit. Megtanulta ezért kevésbé feltűnő módon elérni a céljait, és hogy ne veszélyeztesse a környezetével lévőkkel a kapcsolatát. Nincs önbizalma nagyon sok esetben, hogy azt kérje, tegye, mondja, amit szeretne, vagy másokra hagyja az irányítást, hogy manipulatív módon vagy szabotázzal érje el a célját végül. Kiválthatja ezt egy tekintély személy is. Nagyon sok esetben, ugye itt a szülőkre utaltam az imént a gyermekkori előzményeknél, a szülő, de lehet egy főnök, egy tanár, illetve egy domináns barát is egy baráti közegben. Az illető nem mindig veszi észre a manipulatív magatartását, de azt tudja, hogy nem képes nyíltan kifejezni az érzéseit. És akkor elérkeztünk a témánknak a fontosabb elemeihez. Miért nehéz asszertívnak lenni, feltehetik a kérdést önök is. Miben nyilvánul meg az asszertivitás? Hogyan tudjuk elérni a céljainkat úgy, hogy ne gázoljunk át másokon, de ugyanakkor pozitívan és lehetőleg hatékony módon elérjük azt, amit szeretnénk. Első szempont az önbizalom. Mennyi önbizalmunk van? Elhiszem, hogy képes vagyok valamit megtenni. Vállalom a felelősséget a tetteimért és a döntéseimért.
önérvényesítés. Saját magamat képviselem, illetve más emberek és helyzeteknek a hatása is nagyon tudja befolyásolni ezt az asszertivitásra való hajlamunkat vagy képességünket. Mikor nehéz asszertívnak lenni? Elég nehéz egy olyan közegben, ahol a másik fél agresszív, dühös, indulatos vagy ijesztő számomra, vagy passzív, negatív, ideges, bizonytalan, feszült vagy érdektelen, illetve manipulatív módon viszonyul, és nem úgy, ahogy én ezt szeretném, duzzog, nem vesz tudomást rólunk, megsértődik, amivel ez az illető összezavarja a környezetét. Elvárásaink, érdekeink és jogaink, gyermekkori előzményekre tudok itt is visszautalni. Valaki nem kapott elég szeretetet, támogatást, akkor arra számít, vagy azt tapasztalja az élete során, hogy mások sem lesznek tekintettel az ő igényeire, az ő elvárásaira. Vagy olyan családban nőtt fel, ahol túl sokat vártak tőle, a teljesítmény volt nagyon fontos, dominált az élete során, előfordulhat, hogy nem mindig tudja azt a kívánt szintet hozni, és ezért önkritikussá válik saját magával szemben. Ezt a kritikus hozzáállást aztán tovább viszi az életében, és másokkal is kritikus módon nyilvánul meg és viselkedik. Ez általában irreális elvárásokhoz vezet. Itt ugye nagyon fontos, hogy mások átformálása és nevelése, mondhatjuk így is, nem a mi feladatunk. Ezt az ő szocializációs közege annak idején eldöntött, hogy ő milyen családban és hol nőtt fel, ezt mi már nem tudjuk megváltoztatni. Fontos, hogy reális elvárásaink legyenek a környezetünkben élőkkel szemben. Ami nagyon fontos, hogy én személy szerint vállalom a felelősséget a saját életemért, és nem azzal foglalkozom, hogy másoknak hogyan kellene megfelelnie nekem. Mikor könnyebb asszertívnak lenni? Bízunk magunkban, ismét az önbizalommal kult szó, értékeljük saját magunkat, reális elvárásaink vannak mind magunkkal, mind másokkal szemben, mások támogatnak, egy támogató közegben vagyunk, család, lehet ez egy baráti társaság, vagy akár egy munkahelyi közeg is. Elegendő információval bírunk a bizonyos szituációkban, illetve mások tisztelettel bánnak velünk. Ez nagyon fontos, hogy ki hogyan viszonyul hozzánk. Tudatában vagyunk a jogainknak, és tisztában vagyunk a saját értékrendünkkel. Hogyan legyünk asszertívek? Változás. Általában egy olyan fogalom, ami nagyon sok mindenkiben félelmet vált ki. Bármilyen jellegű változásra is gondolhatunk. Ugye az önök életében egy nagy változás volt, hogy egyetemre bejutottak, és most itt vannak ezen az előadáson. De ha belegondolnak, hogy előtte milyen előzmények voltak, mind mentek keresztül akár az elmúlt fél-egy évben, középiskolásként, milyen oktatásban részesültek például, hogyan tudtak leérettségizni, hogyan kerültek be az egyetemre, ez mind-mind olyan stresszes helyzet volt, amin túl vannak egy változási folyamat, és most itt ülnek ennek eredményeképpen szerencsére, reméljük, hogy ezt önök is így gondolják. Miért félünk a változástól? Fontos, hogy tudatosítsuk a nyugtalanító érzéseinket. Mi az, amitől félünk? Mitől félhetünk? Bizonytalanság, fennakadás, instabilitás, zűrzavar, kockázatok, veszteségek. És itt konkrét példákat akkor említenék néhányat. Ugye karrierkúzuson vannak önök, jelenleg állásinterjú. Többségük pályakezdőként fog valószínű innen majd diplomázni. Állásinterjú önmagában egy stresszes helyzet, de ezt megelőzően még jó néhány ZH-t és vizsgát le kell tudniuk, és maguk mögött kell hagyniuk. Ez is egy stresszes, nem is egy, sok stresszes helyzetet fog produkálni, mind-mind változási folyamatot fog hozni az életükben. Lekésem a buszt. Mi a következménye? Nem jutok el az órára. Nem tudok ott lenni a kurzuson. Nem tudom megírni a ZH-t. Nem tudok levizsgázni fél év végén. Csúszik a fél évem. Tehát ez mind-mind egy generáló folyamat, ami különböző félelmeket hoz és folyamatosan generál az életünkben. Vagy fiatalok esetében, ugye aktuális napirendi téma, minden nap szinte randira hívom a lányt, nemet mond, mit csináljak, hogyan tudnám meggyőzni, hogyan tudnám elérni azt, hogy eljöjjön velem, ugyanez a fiúkkal kapcsolatban is hasonló lányoknak a problémája általában. Kommunikáció és viselkedés változás lehetséges pozitív eredményei. Mire számíthatunk, hogyha ezeket a mintákat elsajátítjuk? Kapcsolataink javulni fognak várhatóan, az önbecsülésünk és az önbizalmunk növekedni fog, illetve befolyás, növekvő befolyás és ráhatás lesz a saját életünkre. Sikerélmény nagyon fontos, és az új lehetőségek.
Tehát, hogyha ezt az asszertív kommunikációs mintát el tudjuk sajátítani, akkor ezek a várható pozitív eredmények fognak bekövetkezni az életünkbe. Ezek szépen lassan, folyamatosan egymásra épülnek majd. Változásnak egy bizonyos periódusa is van. Van egy tudatosítás előtti szakasz. Általában az emberek így élik az életüket, nincs probléma. Ez egy pozitív élethelyzet, nincs késztetés a változásra. Minek változtassak, nekem így jó, kényelmes. Majd, hogyha valamilyen változásra van szükség, tehát valami kellemetlen dolog történik az életükben, akkor mi azt úgy szoktuk mondani pszichológus körökben, hogy nincs elég szenvedésnyomás ahhoz, hogy valaki szakemberhez forduljon. Ha ez megtörténik, akkor általában felismeri az illető, hogy az a helyzet, egy élethelyzet, akár egy párkapcsolat, akár egy munkahelyi szituáció, bármilyen élethelyzet annyira kellemetlen és annyira irritálóvá válik számára, hogy a szenvedésnyomás nem bírja tovább, és változtatni akar. És akkor elkezd gondolkodni azon, hogy ezen hogyan lehet, hogyan tudok változtatni. Ennek kell, hogy legyen egy előkészítési szakasza. Ez általában elhúzódik, és elég időigényes szokott lenni. Előnyöknek, a hátrányoknak a mérlegelése nagyon fontos ilyenkor, hogy ha változtatok, akkor mi az, amit nyerek vele, mi az, amit veszítek vele. Ötletek gyűjtése, információgyűjtés, ismerősöktől, bármilyen kommunikációs csatornán, interneten keresztül. Időzítés nagyon fontos, és a céloknak, a konkrét céloknak a meghatározása. Milyen céljaink vannak, és ezek a célok merre visznek minket. Majd következik a cselekvési szakasz, jó esetben, hogyha eljutottunk erre a pontra. Itt kezdődik a változásnak a megvalósítása. Fontos a magatartásunknak az átformálása, ami nem megy egyik percről a másikra, ez is egy folyamat, amely időnként stresszes, időigényes, és az új viselkedési és kommunikációs módszereknek a tanulása. Ha ezen túl vagyunk, akkor ennek a mintának a fenntartása az, ami még nehezebb. Megpróbáljuk elkerülni a régi viselkedés mintáinkat. Ez nem mindenkinek sikerül, itt tudnék egy konkrét példát mondani, általában a szenvedélybetegeknél szokott ez probléma lenni, kigyógyulnak akár egy alkoholizmusból, akár egy drog problémából, és utána az a legnehezebb, hogy ne csúszanak vissza abba az állapotba, amiből elindultak és amiből kigyógyultak, és ez a legnehezebb ennek a fenntartása. Hogyha ezen a változási folyamaton már a végé felé járunk, ennek a folyamatnak, akkor a pozitív céloknak a kitűzése nagyon fontos. A céltalan ember elég boldogtalan szokott lenni, tehát olyan célokat kell kitűzni, ami minket motivál, amiért tudunk tenni, amiért akarunk tenni. Ugye önök most itt ülnek az egyetemen, ki milyen szakon, nem tudom pontosan, ezt önök tudják, de biztos van egy céljuk ezzel a szakkal. Hogyha elvégzik, akkor valamilyen irányba el tudnak majd vele helyezkedni, olyan munkát tudnak találni vele, amit szeretnének, és az elvárásaiknak megfelelő. Tehát ilyen célokra gondolok konkrétan, és hogyha ez megvan, akkor utána a befejezés ennek a folyamatnak, hogy ezt megvalósítják. Hogyan tudunk még asszertívek lenni? Én üzenetek. Ezt biztos hallották már mostanában, eléggé felkapott kifejezés. Az önérvényesítés legfontosabb módszere az én üzeneteknek a használata. Nehéz helyzetben nem érdemes másokról beszélni. Konfliktusnál nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy elkezdünk vagdalkozni, elkezdjük a másikat szídni, elkezdjük a másiknak a hibáit szépen felsorolni. Ez nem egy célra vezető folyamat, nem egy hatékony kommunikációs minta. A másikról alkotott vélemények nagy valószínűséggel ellenállást fognak kiváltani a másik félben, és ezért ezt érdemes elkerülni. Arról beszéljünk, hogy mi hogyan érzékeljük a problémát, minket hogy érint, bennünk mit vált ki az a problémakör, ami adott esetben felmerül, és mit gondolunk, mit érzünk. Javasoljunk konkrét megoldást, ha van ilyen a tarsolyunkban, és mondjuk el, hogy ha ez a változás bekövetkezik, vagy ez a megoldás, akkor az hogyan érint minket, és arra is kitérhetünk, hogy a másik félnek milyen haszna, mit tud ebből profitálni, származik ebből majd. Én közlések. Gyakorlati szituációk, gyakorlati mondatokat fogok most itt említeni. Hogyha valakiben nagyon eldurvul egy helyzet, egy konfliktus, szinte már-már kiabálnak egymással, akkor érdemes egy ilyen mondatot elsütni, hogy félni kezdek, amikor így beszélsz velem. Megtennéd, hogy visszatérsz a megszokott hangerőhöz? Ezt nagyon nehéz így kimondani. Tehát amikor valaki tényleg úgy üvölt velem, mint a sakál, akkor ez egy nagyon nehéz mondat, és nagyon nehéz ezt így elmondani, de meg kell próbáljuk ahhoz, hogy valamilyen szinten zöldágra vergődjünk a másik féllel. Vagy ha nem sikerül, akkor kocsmai verekedésnél azt is bennük, amikor szaladnak kifele, és akkor már ezen nincsen mit gondolkodni. Vagy
párkapcsolat pároknál, családoknál nagyon gyakori konfliktus forrás, amikor jönnek a szülők a párhoz, a házaspárhoz. Múlt hónapban egyedül takarítottam ki a lakást, amikor jöttek a szüleid. Kevésbé lennék kimerült és ideges, ha most segítenél ebben. Mikor tudjuk szerinted együtt kitakarítani a házat? Ez egy konfliktus forrás nagyon sok párnál. Van, akinek az a konfliktus, ha jönnek a szülők, van, akinek az a konfliktus, ha hazamennek. Tehát kinek mi a problémája éppen aktuális szinten. Vagy egy munkahelyi megbeszélésen előfordulhat, hogy nem veszik figyelembe a mi javaslatunkat. Amikor nem kaptam választ a javaslatomra, a megbeszélésen dühös lettem. Tehát kifejezem az érzéseimet. Elmondom, hogy engem ez hogy érintett, mert azt gondoltam, hogy nem érdekes, amit nem értékes, amit mondok, nem érdekes, amit mondok. Kaphatnék most visszajelzést ezzel kapcsolatban? Ezt érdemes egy főnöktől megkérdezni, hogyha ő erre nyitott. Nem minden esetben tudjuk ezt megtenni sajnos. Ami fontos, hogy meghallgatás értő figyelemmel legyen szintén a másik féllel szemben. Amikor a másik fél mond valamit, ami fontos, ismételjük vissza, vagy foglaljuk össze saját szavainkkal a mondandójának a lényegét. Miért fontos ez? Tudni fogja, hogy meghallottuk, amit mondott, értékesnek és fontosnak fogja érezni magát, és biztonságos közegben könnyebb kommunikálni mind a két fél számára. Ha jól értem azt, amit mond, akkor itt kifejtem az én álláspontomat, hogy én mit értettem meg ebből, és akkor elmondhatom azt is, hogy ezzel két ponton nem értek egyet. Itt elmondom azt, hogy mi az, ami engem zavar ebben a történetben, és mi az, amit én szeretnék. És visszakérdezek. Fontos az interakció, a visszacsatolás. Ezeket te hogy látod? És akkor megadjuk a lehetőségét annak az illetőnek, hogy kifejtse szintén az ő álláspontját, és megpróbáljuk ezt egy pozitív modellbe csatornázni, úgy, hogy ne durvuljon el egy adott beszélgetés. Vagy főnök beosztott esetében előfordulhat egy ilyen beszélgetés, szeretnék tisztán látni, hogy mit értettél meg abból, amit mondtam. Lenne kedved megosztani, mit gondolsz erről? Nagyon ritka az ilyen főnök beosztott párbeszéd, azért ezt tegyük hozzá. Önismeret a következő pontunk. Saját viselkedés és érzelmi mintázataim ismerete. Ez mit jelent egészen pontosan? Ha túl gyakran képviselem magamat, úgy, hogy a másikat nem veszem figyelembe, akkor viselkedésem agresszív. Ha folyamatosan a másik a fontos a kapcsolatban, miközben azt nem lehet tudni, hogy én hogy vagyok, akkor passzívan viselkedem. Nagyon fontos azért a rugalmasság, hogy tudjuk ezeket a mintázatokat egymással felcserélni, és hogy képesek legyünk ezeket tudatosan változtatni egy kommunikációs folyamat során. Nemetmondás képessége. Nagyon nehéz. Első ránézésre a legkönnyebb mondat, köszönöm, nem. Valójában ezt nagyon nehéz megtenni egy adott helyzetben. Nagyon hasznosnak, izgalmasnak, érdekesnek gondolom, amit mondtál, ugyanakkor nem fogok tudni most ehhez csatlakozni, ezzel foglalkozni. Köszi, hogy rám gondoltál, lehetőségnél, de azt hiszem, hogy most ezt el kell engedjem. Sajnos nincs annyi időm, hogy a szükséges mértékben foglalkozzak az adott témával. Ezt érezzük azért valahol, hogy egy picit lerázásnak tűnik, de mégis azt fejezzük ki vele, hogy érdekel, amit szeretnének nekünk felajánlani, de nem tudunk ezzel foglalkozni, és nincs rá elég időnk, hogy ezzel foglalkozzunk. Értem, hogy segítségre van szükséged, de úgy látom, hogy nem én leszek erre a megoldás. Értékelem, hogy te ennyire élvezed a főzést, mozit, kocsmát, és még sorolhatnánk a különböző témákat, de ez nem az én pályám. Én ezt nem szeretném most, ebben nem szeretnék részt venni például egy meghívásnál. Időkérés. Hogyan tudunk egy ilyen helyzetben időt kérni? Konfliktus esetén is akár. Szükségem van egy kis időre, hogy átgondoljam a hallottakat, amiről szó volt. Vissza tudunk rátérni holnap délelőtt. Ez egy nagyon udvarias forma ilyen szinten megfogalmazva. Vagy ezt most így nem tudom megválaszolni, gondolkodhatok rajta egy kicsit. Ezt azért vizsgánnál kérdezzék meg. Nagyon fontos, amit mondasz, sajnos nem tudok most annyi időt szánni erre, amennyit megérdemel. Meg tudunk beszélni egy találkozót, ahol vissza tudunk erre térni. Visszajelzéseink. Örömmel hallom, hogy te magyarázod az új kollégáknak a valamilyen rendszernek a használatát. Ez azt jelenti nekem, hogy fontosak neked az itteni értékek. Mondhatja ezt egy munkahelyi vezető, a frissen vagy az újonnan felvett kollégának.
Hálás voltam, hogy tegnap egy órával tovább bent maradtál. Nélküled nem tudtuk volna befejezni a projektet a mai határidőre. Köszönöm szépen a munkádat. Igazán lebilencselőnek gondoltam az előadásodat, jó volt struktúrálva, áttekinthető mennyiségű volt az anyag, profik voltak a képek, stb. És ha még egy picit csiszolsz ezen a technikán, akkor bele fog férni ebbe a 10 percbe, amit erre az előadásra szántunk. Összességében szép munka volt, csak így tovább. Így tudjuk motiválni a kollégánkat akár. Vagy családi kapcsolatoknál nehéz egy kapcsolatot megerősíteni vagy fenntartani valakivel, akkor visszajelezhetjük számára, hogy például mostanában ritkán hívott fel az anyukádat. Szerintem ő örülne, ha a heti rendszerességgel tudná tartani vele a kapcsolatot. Te hogy érzed ezzel kapcsolatban? Miért nehéz őt felhívni? Valamiért nehéz ez neked? És akkor elérkeztünk egy következő témához, ami egy kicsit már körvonalazza azt a kultust, ahol most önök ülnek. Állásinterjún miért nehéz, hogyan legyünk asszertívek? Interjú előtt érdemes, ha majd eljutnak oda, készíteni egy listát az erősségeikről és a gyengeségeikről. Tudom, hogy nem mindenkinek vannak gyengeségei, de azért, hogyha az ember jól belegondol, akkor általában szokott találni. És ezt érdemes úgy előkészíteni, hogy a megpályázott pozíciónak megfelelően tálalják saját maguk számára első körben. Miért kérdezik ezt meg? Mit gondolnak? Ugye kíváncsiak, ismét az önismeret az, ami előjön, hogy az adott személy, akit szeretnének felvenni, hogyan gondolkodik saját magáról. Mennyire ismeri a saját kvalitásait, a saját tulajdonságait, a saját végzettségét akár, és annak a módját, hogy ő hogyan tud egy állást betölteni. Érdemes 3-4-5 tulajdonságot felsorolni, és hogyha ez megvan, akkor utána megnézze a konkrét álláshirdetést, hogy ott milyen elvárások vannak. Én elég gyakran találkozom mostanában olyan álláshirdetésekkel, ahol már a HR-esek kiírják azokat a tulajdonságokat és képességeket, amiket ők preferálnak az adott pozíciónál. Ezt érdemes belefogalmazni akár az önéletrajzukba, illetve a motivációs levélbe, hogyha a cég kér motivációs levelet, mert ezt általában pozitívan szokták értékelni. Nem akarok nagyon átmenni karriertanácsadásba, mert ez nem az én asztalom, de általában a HR-esek meg szokták azt kérdezni maguk között, hogyha felvesznek egy embert, hogy miért kell nekünk ez az ember? Miért jó nekünk? Hogyan tudunk belőle profitálni? Mi a hasznunk ebből az emberből, hogyha őt felvesszük az adott pozícióra? Be fog-e válni? Ez mind-mind abból derül ki, ahogy egy pályázatot már beadnak, vagy megírják az önéletrajzukat. Érdemes beleírni azt, hogy mit tanulnak, hol tanultak, akár hogyha olyan kvalitásokat tudnak pluszban letenni az asztalra, ami fontos lehet, nyelvismeret, hány nyelvet, milyen szinten, milyen fokon beszélnek, illetve hogy milyen olyan pozitív tulajdonságaik vannak, amik az adott állásnál nagyon hasznos és profitálhat belőle a cég. Gyengeségek, az imént említettem, nem mindenkinek van, de általában azért előfordul. Hogyan tudjuk ezt mégis pozitívan tálalni? Fordítsuk pozitív irányba, kiemelve az erősségeket. Ugye a pályakezdőknél általában kevés a tapasztalat, nagyon sok helyen leírják, hogy 1-3 év tapasztalatot várnak. Hogyan tudjuk ezt a problémát áthidalni? Megfogalmazhatjuk ezt úgy is, hogy még nincs sok tapasztalatom az adott munkakörben, de érdekel, jó kommunikációs készséggel rendelkezem, és még néhány jó tulajdonságot felsorolunk magunkkal kapcsolatban. Tehát pozitívan zárjuk azt a képet, amit magunkról próbálunk kialakítani az első benyomást. Asszertív önbemutatás. Őszinte kell, hogy legyen és egyértelmű. Próbáljunk meg világosan fogalmazni, minél tömörebben, minél rövidebben, de mégis hatékonyan. Miért fontos ez? Munkáltatók általában az interjún mutatott viselkedés vagy magatartás alapján döntenek arról, hogy felveszik-e a jelöltet. Ez lehet egy első körös interjú, lehet akár már a második kör. Ha valakit behívnak egy második körös interjúra, akkor már jó esélye van arra, hogy fel fogják venni. Ugye láthatják, hogy mire számíthatnak vele kapcsolatban majd, ha a munkavállalóként elhelyezkedik náluk. Fontos a kölcsönös tájékozódás. Mit is jelent ez? Ugye az informatika birodalmában mindenki elég jártas, én azt gondolom manapság. Nézzünk utána a cégnek, hogy hol és milyen szinten működik. Akár tudom javasolni a cégjegyzéket is, előfordulhat, hogy meg kell nézzük azt is, hogy nincs-e csődeljárás az adott céggel szemben. Érdemes ezt is megnézni. De egy kicsit visszatérve a realitásra, nézzük meg, hogy kik a vezetők, kik a tulajdonosok, HR-esek. Nézzük meg, hogy kikkel fogunk együtt dolgozni. Akarunk-e velük együtt dolgozni?
ha valakiről van cégprofilban esetleg fénykép feltéve, akkor meg tudjuk nézni, hogy kik azok a vezetők, kik azok a kollégák, akikkel mi egy csapatban fogunk dolgozni. És ugyanez fordítva is igaz. Nagyon érdemes figyelni arra, hogy ki mit tesz ki a közösségi oldalára saját magáról. Ugye itt a publikus tartalmakra gondolok elsősorban, tehát nem az, amit a legközelebbi ismerősök 3, 4, 5, 10, 20 ember lát, hanem amit teljesen publikusra kiteszünk. Érdemes ezt átgondolni. És akkor egy picit a nonverbális kommunikáció irányába elveznénk át. Ez is nagyon fontos, én azt gondolom egy állásinterjún, hogyha oda eljutnak, hogy milyen benyomást fognak saját magukkal kapcsolatban kialakítani. Lehet, hogy találkoztak már ezzel az ábrával. Közléseinknek a 7% a verbális tartalom, 38% a vokális, ez hangszín, hanglejtés, és több mint a fele, 55% a nem verbális tartalom. Ez lehet egy megjelenés, lehet testbeszéddel kifejezett információ. És az embereknek az általában 60-80%-a, tehát nagy többsége, 4 perc alatt kialakítja az első benyomást a másik félről, és ez alapján ítél meg valakit, akár helyesen, akár tévesen. Tehát nagyon fontos, hogy egy állásinterjúra, ha eljutnak és behívják önöket, akkor milyen benyomást fognak tudni magukról kialakítani a partnerben. Nonverbális kommunikációnak a típusai. Nem fogom nagyon bőven kifejteni, picit érintjük mindegyik témát. Nem nyelvi nonverbális jelzéseink, a mimika, arcjátékunk. Ide tartozik a szem, szemöldök, száj körüli izmoknak a mozgása, ez nagyon sokféle lehet. Most ugye hátrányban vagyunk, többségünk, mert ugye maszkot kell hordjunk ismételten, a legújabb szabályozás szerint. Tehát egy állásinterjún sem biztos, hogy mindent látnak belőlünk, és mi sem biztos, hogy mindent látunk a másik félből. Fontos viszont a tekintet. Másik fél észlelése, szemkontaktusnak az intenzitása. És nagyon fontos a hanggal kifejezett tartalom, nem nyelvi jelzések, gesztusok, fej, kéz, karmozdulatok, maga a testtartásunk. És végül, de nem utolsó sorban a térközszabályozás. Ezeken fogunk most végigmenni egy picit röviden. Mimika. Ugye említettem, hogy az arc egészének az összjátéka, az érzelmek önkéntelen kifejezője. Nagyon nehezen tudjuk ezt befolyásolni, általában az aktuális érzelmi állapotunk kiül az arcunkra. Akár a szemünkkel, akár a mimikánkkal tudjuk ezt jelezni. Szem, szemöldök, száj körüli izmoknak a mozgása ösztönösen működik, nagyon fontos. Érzelmeknek van egy univerzális jellege, különböző kultúrákban megfigyelték már nagyon régen az kulturális antropológusok, hogy az érzelmek ugyanúgy megjelennek az arcon mindenféle nációknál. És ha hiszik, hanem még a vakon született csecsemőknél is hasonló arc és mindenféle mimika megjelenik már egészen csecsemőkortól kezdve. 6 alapérzelmünk van, ami általában jól látható. Öröm, bánat, dű, meglepődés, félelem és undor. Kommunikációs helyzeten kívül is megfigyelhető a mimikánk, éppen az aktuális érzelmi állapotunkat tükrözi. Ami fontos, hogy meg lehet tanulni a mimikának a visszafogását, de ezt elég sokáig kell gyakorolni, és keveseknek szokott működni. Általában akik ezek ebben jók, a politikusok vagy a színészek, ők akár el is tudják ezt túlozni, pókerarc az ismert fogalom, illetve bizonyos határokon belül lehet ezt szabályozni, ezeknek az érzelmeknek a megjelenését. Nem a mimika pillanatnyi állapota fontos, azért ezt tegyük hozzá, jelzésértékű, értékű, hanem az arc egészének a változása az interakciós folyamat során. Tekintetünk, szintén nagyon fontos kommunikációs csatorna. Tekintet irányának és tartalmának mindig jelzés értéke és szabályozó szerepe van. Hosszantartó nézés lehet egy figyelmeztetés, lehet egy tetszésnyilvánítás, lehet egy figyelemnek a jele, olykor felszólítás, felhívás vagy akár provokáció is. Ugye általában kocsmai verekedéseknél szoktuk azt látni, hogy a két fél vagy több fél sokáig egymásra mered, aztán egyszer csak egymásnak ugranak. Ez egy agresszió kiváltó helyzet tud lenni, főleg, hogyha alkoholos befolyásság alatt vannak. Ha valaki a tekintetével követ, akkor általában azt is leszűrhetjük, hogy érdeklődik irántunk valamilyen oknál fogva. A tekintetünkkel a kommunikáció zavarása nélkül tudunk üzeneteket küldeni. Ezt lehet jól gyakorolni például egy bevásárlóközpontban, buszon, villamoson, tehát olyan helyen, ahol ez nem annyira feltűnő. Vagy nyáron felteszünk egy napszemüveget, kiülünk a piac utcára, és nézegetjük az embereket. Nagyon sokat lehet ebből tapasztalni, és sok konzekvenciát levonni ezekből. A nézésmód szintén befolyásolhatja a kommunikációnak az eredményességét. Ez szintén fontos.
nézésnek a típusai. Három fontos típus szeretnék megemlíteni. Az első a hivatalos nézés. Itt a tárgyaló partnerünk vagy üzletfelünk homlokára irányul a tekintetünk, a szem, az orr és a homlokcsont találkozásának a pontjára. Ez általában elfogadott egy állási interjún, vagy egy olyan helyzetben, ahol elvárják a kellő komolyságát az embernek. Társasági nézés során a tekintetünk a szem, száj, háromszög által határolt területről összpontosul, és végül, de nem utolsó sorban a bizalmas nézés, ami általában a szemvonaltól lefelé eső területre irányul. Közeli találkozásnál a szemtől a mellkaség eső testfelületre, illetve távolabbi nézésnél a szem és a combtő határolta részre. Vokális jelzéseink a következő téma. Vokális vagy hanggal kifejezett nem nyelvi jelzések. A hang nem a közlés verbális tartalmára, módjára, az interakció jellegére, az abban résztvevők viszonyára is utal. Tehát, hogy kivel hogyan beszélünk, ez nagyon fontos. Egyéni fiziológiai adottság is egyébként, illetve egy közösség által kialakított sajátos dialektus is lehet, hogy hogyan beszél egy adott társaság, egy adott népcsoport például. Tanúskodik a beszélőnek a lelkiállapotáról, a szorongásáról, vagy a felszabadultságáról is visszajelzést ad a hangszínünk, amely a feszültségfokának megállapítására is szolgálhat, erre alkalmaznak egy úgynevezett máskálát is. Ez általában a zavarjeleknek az előfordulását méri. Ilyenek lehetnek az elszólásaink, szóhibák kimondása, vagy egy hibás szórend. És itt van még ugye, amit említettem, a hanghordozás, meghatározott beszédtípusok jellegzetessége, papok, politikusok, riportereknek a beszédjét, hogyha megfigyelik, akkor különböző mintázatokat tudnak észrevenni ezekben. Gesztusaink nagyon fontos testbeszédünknek szinte az elemi része. Fej, kéz és karmozdulatok, vállak és fejtartása. Aki magát kihúzva áll, fejét felemelve tartja, az általában egy magabiztos benyomást kelt a többiekben. Leszegett fejjel álló, járó ember viszont inkább egy alacsonyabb státuszba helyezi magát. A környezetében lévőknél egy kicsit másképp, egy negatívabb interakcióban. Keresztezett karok. Mit is jelent ez? Alapvetően szeretünk sokszor egy adott helyzetben így állni, amikor nem érezzük magunkat biztonságban. Ez egy védekező magatartás, védtelenségünket is kifejezi. Végeztek egyébként egy érdekes szociálpszichológiai kísérletet. Arra kérték az előadásnak a résztvevőit, hogy összefont karral ülve hallgassák az előadót, és ennek következtében kiderült, hogy 40%-kal kevesebbet sajátítottak el, mint a laza testhelyzetben ülő diáktársaik. Keresztbetett lábak. Ez kevésbé feltűnő, de eléggé megfigyelhető nagyon sok kommunikációs helyzetben. Szintén védőkorlátot jelez, kommunikációs helyzetben szembeni ellenérzés is lehet. Csípőletet kéz, elszántságot, tetrekészséget jelezhet. Testtartásunk, ugye a testbeszéd tükrözi az érzelmi beállítódásunkat, a kulturális és a személyiségjegyeket. Szoktuk mondani, hogy egy jel nem jel. Tehát egy jelből nem érdemes megítélni senkit, nem érdemes nagyon-nagyon mély konzekvenciákat levonni, érdemes tovább figyelni egy adott helyzetben. Csupán a mozdulatból nem lehet egyszerűen leolvasni a másiknak a szándékát, az érzelmét, itt a kommunikáció tartalma is fontos lehet. Leggyakrabban előforduló nonverbális jelek, társaságban a megszólalásnak a szándéka szokott lenni az, hogyha valaki egy kicsit előre dönti a felső testét és megpróbál szót kérni, ha másképp nem megy. Ha valakihez beszélünk, testünkkel és testtartásunkkal illik feléje fordulnunk, és illik ránéznünk és szemkontaktust felvenni azzal, akivel kommunikálunk. Van a testtartásnak egy úgynevezett tükörjelensége is, ezt általában akkor szoktuk, vagy tudjuk megfigyelni, hogyha egymással szoros kapcsolatban lévő embereket látunk, lehetnek azok barátok, szerelmesek, házaspárok. Interakciós helyzetben gyakran öntudatlanul is ugyanolyan testtartást fognak felvenni. Ezt meg lehet figyelni egy szórakozó helyen, egy kocsmában, vagy olyan helyen, ahol általában ilyen szituációk létrejöhetnek. Testhelyzetek azonossága az odaadást, teljes egyetértést jelezhet. Testbeszédünk tudatos használata nagyon fontos, ugye látjuk itt ezt a csodálatos maszkot, amit mindenki nagyon kedvel. Megfelelő távolságtartás nem csak a Covid miatt fontos. Nézzük meg, hogy mi az, ami még szintén fontos lehet. Legyen elég mozgásterünk a térben.
Egy adott helyzetben, hogyha valahol tartózkodunk, nem mindegy, hogy ki milyen közel tartózkodik hozzánk, ki milyen közel áll hozzánk. Mindenkinek más a tűrőképessége. Van, aki elviseli, hogyha hozzá közel állnak 20-25 cm-re, van, akit kifejezetten irritál, és inkább egy olyan 1-1,5 métert szeret maga körül. Ezzel foglalkozik az úgynevezett térközszabályozás, vagy proxemika tudománya. Nézzük meg ezt a 4 zónát, amit általában láthatunk és megfigyelhetünk. Nyilvános zóna. 3,6 méter feletti távolság, ugye az a távolság, amit most körülbelül én tartok önöktől, illetve ettől nagyobb távolság is lehet, nagyobb létszámú tömeghez beszélünk. Következő a társadalmi zónánk, az 1,2 és 3,6 méter. Ezt általában idegenektől, munkatársaktól szoktuk tartani ezt a távolságot, ez egy kényelmes, egy komfortos zóna még szintén. És van a személyes zónánk, amihez már kevésbé szeretünk, hogyha közel jönnek. Ez a 45 cm és 1,2 méter közötti távolság, hivatalos és társas összejöveteleken, baráti találkozókon jellemző. Lehet ez egy parti, lehet ez egy olyan társas összejövetel, ahol sok ember van, és valakivel beszélgetésben legyedünk. És van végül, de nem utolsó sorban az intim zónánk, 15 és 46 cm között. Általában itt az egyénhez érzelmileg közel állók azok, akiket beengedünk ebbe a térbe. És ugye szoktuk még mondani a szoros intim zónát, ez a 15 cm-en belüli távolság, ami fizikai érintkezés során közeli barátok, ismerősök, családtagok, rokonunk vagy párunk, házastársunknak engedjük ezt meg, hogy átlépje. És akkor térjünk át néhány illemszabályra, én azt gondolom, hogy nem árt, hogyha ezekkel tisztában vagyunk, ahogy már az előadás elején említette kolléganő. Ki köszön előre kinek? Köszönési formák. Férfi előre a nőnek, fiatal előre az idősebbnek, alacsonyabb rendű előre a magasabb rendűnek, illetve beosztott a főnöknek, és belépő a bent lévőknek, amiről már szó esett. Köszönést elmulasztani, vagy nem viszonozni egyértelmű sértés. Ezzel nincs mindenki tisztában sajnos, és nagyon sokan elkövetik ezt a hibát, akár már egy állásinterjúnál, hogy nem tudják, hogy hogyan és kinek kell először köszönni. Jellemzően napszakra utalás is nagyon fontos. Jó reggelt kívánok, jó napot kívánok, jó estét kívánok, vagy jó éjszakát kívánok. Én a magam részéről fontosnak tartom, hogy tegyük hozzá azt, hogy kívánok. Tehát ez egy plusz udvariassági forma, amivel jó benyomást tudunk tenni a környezetünkben. Előfordul az is, hogy úgy használjuk ezeket a köszönéseket, hogy üdvözlöm napszakra utalás nélkül, vagy tiszteletem egy idősebb kollégával, vagy egy idősebb társaságban ezt tudjuk használni. Kézfogás. Ez is egy nehéz helyzet tud lenni egy társas összejövetelen. Ki fog kivel kezet? Általánosan elterjedt udvariassági forma, ugye ezt tudjuk. Itt a járványügyi korlátozások miatt ez egy picit visszaszorult az elmúlt egy-másfél évben, én azt tapasztaltam, tehát nem minden esetben érvényesül a kézfogás, pedig ebből is nagyon sok benyomást le tudunk szűrni a másik féllel kapcsolatban. Alapszabályok a köszönésnek az ellentétei. Aki előre köszön, annak meg kell várnia, amíg a másik kezet nyújt. Ki nyújtja a kezét kinek? Nő a férfinek, idősebb férfi a fiatalabbnak, magasabb rangú az alacsonyabbnak, illetve főnök a beosztottnak. Itt konkrétan le van írva, hogy hogyan kell kezet fogni, én ezzel most nem untatnám a társaságot, szerintem ezt mindenki tudja, de hogyha valaki erre kíváncsi, akkor nyugodtan megnézheti majd a diákat, ki fogom adni a hallgatóságnak, hogyha van erre igény. Nagyon fontos, hogy határozott, de nem kemény mozdulat legyen a kézfogás. Ne törjük el a másik embernek a kezét, ha nem muszáj. Én ezt tapasztaltam női mi voltomban, hogy vannak olyan erőskezű férfiak, akik szeretik megszorítani a nőnek a kezét, és ez meglehetősen kellemetlen tud lenni egy adott társas helyzetben, akár egy ismerkedés során, akár egy állásinterjú során is. Tehát erre érdemes a férfiaknak odafigyelni, ezt azért külön szeretném kihangsúlyozni. Én ezt csak úgy szoktam hívni, hogy vadász kézfogás. Általában jellemző azokra, akik fizikai munkát végeznek, vagy olyan területen dolgoznak, ahol fontos, hogy a fizikumukat és az erőnlétüket fent tudják tartani. Kézfogásnak ugye itt erre utaltam az imént, a partner fizikai állapotához kell igazodnia. Kézfogás közben a felek egymás szemébe néznek. Úgy, mint minden köszönés során. A félrenézés vagy a kézfogásra emelt kéznek a mellőzése, ez szintén egyaránt sértő mozdulat és sértő gesztus lehet a másik félnek. Bemutatkozás. Fontos, hogy be tudjunk mutatkozni harmadik fél segítsége nélkül is, és meg tudjunk ismerkedni egy adott közösséggel akár.
Mikor szükséges bemutatkoznunk? Be kell mutatkoznunk minden megismerkedésnél, első találkozáskor, illetve telefonbeszélgetéskor is. Ezt kevesen tudják, érdemes erre figyelni. Bemutatkozásnak a formalitásai. Az alárendelt mondja a teljes nevét, és egy kicsit meghajol, a fölé rendelt ránéz, mondja a saját nevét, és kezet nyújt. Mindig a teljes nevünket mondjuk, ez fontos, például egy állási interjún is nagyon fontos, hogy ne csak a keresztnevünket. Hogyha keresztnévvel mutatkozunk be, az általában indokolatlan bizalmatlanságot jelezhet. Ez lehet, hogy elfogadott egy buliban, egy kocsmában, egy szórakozó helyen, de egy hivatalos találkozáson ez nem annyira nyerő. És nem jelent kellő információt a másik féllel kapcsolatban. Ha a nevet nem értettük, kérdezzünk vissza. Nem ciki, nem szégyen, viszont az kellemetlen, hogyha nem tudjuk, hogy kivel beszélünk. Én azt gondolom, hogy ez sokkal kellemetlenebb, mint hogyha megkérdezzük, hogy pontosan mi is a neve, a keresztneve, vagy akár a vezetékneve is. Bemutatás. Harmadik fél segítségével történő megismerkedés, ez is elég gyakori. Ez általában egy tömör, rövid, célszerű, esetleg névjegycserével járó folyamat. Társaságban a házigazda mutatja be a vendéget a korábban érkezettnek. Kit kell először bemutatni a másiknak? Fiatalabbat az idősebbnek, férfit a nőnek, alacsonyabb rangút a magasabb rangúnak, mindig annak a nevét mondjuk először, akinek a másikat bemutatjuk. Kedves Kovács úr, engedje meg, hogy bemutassam Szabó urat. A neveknek mindig hozzá kell tenni a megszólítás udvariassági formáját is. A nem házastársi kapcsolatban élőknél, pároknál, ők általában névvel mutatják be egymást. Az angol etikett szerint egyébként a nőtlen férfit szokták bemutatni a nőnek és hajadont az asszonynak. Mobiltelefon használat. Ez is egy fontos pontja, én azt gondolom, a mai előadásnak. Hívott fél névvel köszön, majd a hívó fél is köszön és bemutatkozik. Mindig hivatalos hangnemmel jelentkezzünk be, és a partnertől függ, hogy hogyan folytatódik egy beszélgetés, egy telefonbeszélgetés. Fontos, hogy mondandónkat röviden, tömören, érthetően adjuk át, hogy mit szeretnénk. Hogyha hosszabb időt igényel a téma a mi szempontunkból, akkor érdemes megkérdezni, és illik megkérdezni a partnerünket, hogy van-e most ideje egy hosszabb telefonbeszélgetésre, és tudja ezt akceptálni, hogyha ezt most elmondjuk. Vonal megszakadása esetén a hívófélnek illik visszahívni a másik felet. A beszélgetés lezárása szintén egy fontos pont. Hívófélnek a feladata, hogyha a hívott fél teszi, akit hívnak, akkor az lerázásnak tűnhet. Ha a hívott fél a beszélgetést nem tudja lefolytatni, elnézést kér és jelzi, hogy adott időpontban visszahívja majd a hívó felet. Ha pedig ki akarjuk hangosítani a hívást, akkor nagyon fontos, most már ezt talán GDPR problémákba is ütközhet, hogy kérjük a másik félnek a beleegyezését erre. És jóváhagyását. Hasonlóképpen fontosak a különböző csetek és netes platformoknak a használatára vonatkozó szabályok. Telefonhívás időpontjára még visszatérve, ha valakit a munkahelyén hívunk majd, akkor arra figyeljünk, hogy munkaidő közvetlen kezdete után, vagy a munkaideje vége előtt ne hívjuk közvetlenül, mert ez kellemetlen lehet, hogyha az illető már a végén van a munkanapnak, és szeretne pakolni, hazafele menni, akkor neki ez kellemetlen lehet, hogyha ott akkor visszatartjuk ezzel a hívással. Szintén nem illik reggel 9 és este 9 előtt és este 9 után telefonálni. Ugyanezek vonatkoznak általában a chatre, messengerre, Viber és egyéb kommunikációs csatornákra. Üzenetek olvasása. Nagyon jellemző az, hogy társaságban, tárgyaláson ezt sokan használják, előveszik az okostelefont és olvasgatják az üzeneteiket. Ez még valamennyire elfogadott lehet, viszont a választól a pötyögéssel érdemes megvárni ennek a találkozónak, ennek a tárgyalásnak vagy rendezvénynek a végét, mert ez egy teljes érdektelenséget fejezhet ki a másik féllel szemben, vagy a társaság iránt. Hivatalos levelezés. Ezzel is lesz dolguk, én úgy gondolom, vagy már volt. Nagyon fontos, hogy címzés tartalmazza a címzett nevét és a hivatali rangját, hogy kinek írunk. Írásbeli megszólítás esetén lehet ugye kedves, tisztelt. Címzés és elköszönés azonos formája általában visszatetsző, ne használjuk ugyanazt a két megszólítást, illetve elköszönés tisztelt, tisztelettel, hanem használhatjuk helyette például az üdvözlettel, vagy köszönettel, hogyha valamit, szívességet kérünk esetleg az illetőtől. A levél végén hely és dátum feltüntetése mindenképpen fontos, hitelesítve az aláírásunkkal, illetve a cégnek, cég esetében a céges pecsét használata is fontos lehet. Kevesen használnak, én azt gondolom, manapság már postai levelet, ugye gyakoribb az e-mailezés, de azért fontos az, hogy tudjuk, hogy hogyan kell egy levelet összehajtani. Nagyon
triviálisnak és nagyon egyszerűnek tűnhet, de az írással mindig befelé hajtsuk össze, és egy A5-ös méretű boríték esetében ezt félbehajtva tudjuk megtenni. Illetve, hogyha kis borítékot használunk, akkor először függőlegesen, majd utána félbehajtva vízszintesen tegyük bele a borítékba. És elkezdtünk itt az elektronikus levelezés, e-mailezésnek a szabályaihoz, netiket néven is ismerhetjük. Ismeretlen személyekkel való kommunikáció esetén fontos a formális stílus, javasolt általában. Használhatjuk a tájmezőt logikusan felépítve, legyen egyszerű és lényegre törő. Mit szeretnénk, miért írunk az illetőnek, mi az, amiben esetleg segítséget kérünk, miután érdeklődünk. Használjunk könnyen olvasható betűtípust és betűméretet. Tartózkodjunk a díszítő elemek vagy a smileyknak a használatától az üzleti kommunikációban, vagy akár egy álláspályázat során is. Ez kevésbé professzionális benyomást kelthet. Fontos a betűméret, legyen könnyen olvasható, és a betűtípus is. Aláírás. Tartalmazza az összes kapcsolattartási információt, amit mi úgy gondolunk, hogy szeretnénk megosztani a másik félrel, azért ezt tegyük hozzá. Telefonszám, vállalat, neve, címe. Nem minden esetben fontos, nem minden esetben kell megosztanunk a mobilszámunkat, de mondjuk egy állásinterjúra, hogyha készülünk, akkor nem árthat. Nyelvtani és gépelési hibáknak a korrigálása szintén nagyon fontos, erre kevesen szoktak figyelni. Ha nem vagyunk tisztában az alapvető helyesírási szabályokkal, előfordulhat bárkivel, hogy vannak hiányosságai, akkor van egy helyesírás ellenőrző program, ezek már nagyon jól ki tudják küszöbölni ezeket a problémaköröket. Kerüljük a levélezés során a félreérthető humort vagy megjegyzéseket, vagy a szlenget, és a caps locknak a használatát. Tapasztaljuk, vagy tapasztalhatták önök is, hogy idősebbek szokták ezt nagyon preferálni, mert nem látják a betűméretet, és úgy gondolják, hogy ha ezt a billentyűt benyomják, akkor az az írásmód, az az írástípus az számukra olvasható és jól látható, de azt tudnunk kell, hogy ez egy kiabálásra legyen értékű sajnos a levelezés során. Asszertivitás teszt. Van jó néhány ilyen elérhető a honlapokon, illetve az interneten. Én most nem javasolnám, hogy töltsük ki, mert ugye itt 6 percet vesz igénybe, ezt itt le is írtam a dián, de a kiértékelés, amit meg fognak kapni e-mailben, az általában több időt vesz igénybe, tehát én javasolnám, hogy ugorjuk át, és majd otthon meg tudják ezt nézni. Illetve, hogyha valaki érdeklődik az asszertivitás témában, akkor tudok ajánlani nagyon jó szakirodalmakat. És ugye el is érkeztünk ezzel az irodalmi jegyzékünkhöz. Amiből én fő profillal dolgoztam, ezt nem a reklám helye, de szeretném megmutatni ezt a könyvet, ez Sue Hatfieldnek és Jill Hessonnak az Asszertivitás című könyve. Könyvtárban szerintem már elérhető, ez egy 2019-es kiadvány, és ezt nagyon hasznosan tudják forgatni, hogyha esetleg szeretnének a témában elmélyedni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és hogyha van esetleg kérdés a témával kapcsolatban, akkor várom. Tegyék fel őket.